Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és hát ebben a videóban szeretném nektek megmutatni azt, hogy hogyan tudtok a GTA 5-ben autót vásárolni magatoknak. Tehát először is tudnotok kell, hogy mindegyik karakterünknek van egy külön garázsa. Ezt ugye a térképen tudjátok megtalálni. Én már előre ki is jelöltem magamnak, mindegyik játékosnak, mind a három karakterünknek van egy külön garázsa. Ez a házunktól teljesen más helyen található, igaz a házunkba is lehet tárolni autókat, elfér ott a kisebb garázsba, viszont nem oda fogja tenni nekünk a megvásárolt autót. Na szóval, először meg kell keresnünk a garázsunkat, és meg kell győződnünk róla, hogy a garázsunkban van szabad hely, és tudunk autót vásárolni. Na meg ugyebár arról is, hogy van-e elegendő pénzünk arra, hogy megvegyük azt az autót, amit mi szeretnénk magunknak. Van olyan lehetőség is, hogy nem szeretnénk autót vásárolni, hanem csak szeretnénk eltárolni egy autót, amit ugye találtunk az utcán, vagy éppenséggel elloptunk egy ilyen nagyobb értékű autót. Erre is ugye megvan a módszer, be kell parkolnunk vele a garázsunkba. Viszont előtte kell lennie egy szabad helynek minimum, hogy be tudjuk vinni. Közben megérkezünk mindjárt ugye a garázsba. És megnézzük, hogy van-e szabad helyünk. És akkor utána megkezdhetjük a vásárlást is. Itt tudunk bemenni. Most Michael karakterrel vagyunk bent. És az ő garázsához fogunk eljönni. Itt kint hagyjuk az autót, és simán besétálunk a garázsba. És hát megkérdezi előtte, kiírja nekünk, hogy lépjünk be a garázsba, külön meg kell nyomnunk ugye a jobbra gombot. És akkor láthatjátok, itt is van a garázsunk. Jelenleg nekem nincsen egyetlen egy autós a garázsomba, és nyugodt szívvel tudok venni új autót. Viszont, hogyha ilyen special autókat szeretnénk kiszedni, speciális autókat, amik ugye a DLC-be szerepeltek, vagy ingyen kaptuk őket, akkor meg kell nyomnunk szintén a jobbra gombot, és itt van felsorolva a listája. Ugyebár, hogyha jön egy újabb frissítés, DLC vagy akármi, akkor ide teszik be az új autókat nekünk, mert ezeket nem biztos, hogy meg tudjuk vásárolni a játékba, a interneten keresztül. Szóval itt kiválasztjuk, és akkor ezzel kigurulunk az utcára. Na de hát, akkor most mi szeretnénk egy autót vásárolni. Ja, itt az ajtó, itt kell kimennünk. Szóval, hogyha gyalogosan szeretnénk kimenni, akkor az ajtót használjuk. Ne pedig a garázs kaput. Na, most, hogy meg vagyunk, igen, eltűnt az autónk, de azzal ne foglalkozzatok, mert mindegyik karakternek az alap autója az megmarad, az sose tűnik el. Hogyha a vásárolt autótok tűnne el, azt nagy valószínűséggel a rendőrségnél kell keresnetek. Na hát akkor, most pedig vásároljunk magunknak egy autót. Ki melyiket szeretné, és akkor Travel and Transport és Legendary Motorsport .net. Itt pedig föl vannak sorakoztatva a jobbnál jobb autók, ti is láthatjátok. Ugye itt van az Adder, meg lehet őt is szerezni a játékba, úgyhogy nem fizetünk ki érte 1 millió dollárt. De itt is meg tudjuk vásárolni. Itt pedig a Z-Type, ez pedig 10 millió dollárba kerül, hát akkor vásároljuk meg a Z-Type-ot. Rámegyünk. 10 millió dollárba kerül, kiválasztjuk a nekünk tetsző szint, mondjuk legyen fehér, hófehérbe, és order. Láthatjátok, levette tőlem a pénzt, 10 millió dollárt. És most akkor meg is van, be kell mennünk vissza a garázsunkba. Na, itt van a Z-Type-unk, amúgy, hogyha esetleg olyan gondok adódnának, hogy nem rakná be azonnal az autót a garázsatokba, akkor menjetek ki és lépjetek vissza a garázsba,
lehet, hogy eltart egy kisebb ideig, amíg beteszi nektek. És akkor meg is vásároltuk a Z-Type-unkat, és mehetünk, és nyugodtan akkor autókázhatunk vele. Viszont tényleg figyeljetek arra, hogy ha eltűnne az autó, akkor 100%, hogy a rendőrségen kell keresni. Oda mentek, ott pedig ki tudjátok váltani egy kisebb összegért az autótokat. Na, a turisták. Amit fogalmam sincs, hogy ebbe a kocsiba mi került 10 millió dollárba, mert hát gyorsulni nem gyorsul. És lassú, igen, max annyi, hogy ilyen régi autó. Ó, meg kanyarodni sem nagyon lehet vele. Aztán a tuningja. Lehet, hogy valami nagyon szuper tuningot bele lehet tenni. Bár kétlem. Kétlem, hogy szuper tuningolni lehetne. Külsőre gondolom biztos, hogy nem nagyon lehet. Most annyi, hogy beletesszük a turbót. Javít a gyorsaságán. De hát akkor se lesz szerintem egy adder. Ez is ilyen túlárazott autó. Na mindjárt megnézzük, hogy Los Santos Customs-be mi a helyzet. Mennyire lehet ezt az autónkat megtuningolni. Erre nem lehet bemenni. Elnéztem, a másik oldalról kell. Itt is van, ki is van rakva már a tábla nekünk. Na akkor nézzünk be, és akkor tuningoljuk meg ezt az autónkat is. Truffet Z-Type. Azért nagy nehezen ki tudtam olvasni. Tehát láthatjátok, hogy már most így az elején top speedje van, viszont a gyorsulása az gyenge, eszméletlen gyenge. Beletettem a legnagyobb motort, és még így is. Az elején a rácsot változtatta meg, a lámpáján tudunk. Valami ritka ronda. Motoráztető. Nem kell bele dudát változtatni most. Az se érdekel minket. Ez színezés. Metál. És mindegy, jó lesz ez neki egyenlőre. Úgyse fogok vele mászkálni. Itt pedig a második színét tudjuk változtatni, hogyha szeretnénk. Így, né, most ez jó lesz. Teljesen mindegy, na nézzük, küszöb. Oda tesz nekünk valami kis vasalódeszkát, én nem tudom én mi ez. Transmission. Turbo. Láthatjátok, ez fölhúzza a gyorsulását, de még így sem maximum a gyorsulás. Hygiend. Hát egyáltalán nem illik hozzá. Lowrider. Hát dollárosat rátesszük. Egyáltalán nem tetszik nekem ez a dolláros. De hát mindegy. Most ez lesz rajta és kész. Nézzük, milyen szín legyen. Fekete. Jó lesz neki a fekete. Még az ablak a limóra van állítva és kész. Ennyi. Ennyire lehet föltuningolni akkor ezt a kocsit.
eszméletlen nehéz a irányítása, és még mindig nagyon gyenge a gyorsulása, hiába vitte föl majdnem a kétszeresére a gyorsulást, de semmi változás nincs benne. Hát nem, ez nem megy ez az autó, szerintem senki ne vásárolja meg ezt az autót, mert valami iszonyat nagy csalódás, nem ér meg 10 millió dollárt itt a story módba egyáltalán. Szerintem még a GTA Online-ba se adnék pénzt ezért a szutyokért. Az egy dolog, hogy sokba kerül meg minden, de hát biztos, hogy nem fizetnék érte. Na most már nagy nehezen azért sikerült fölgyorsulnia. De kanyarodni nem tud. Hát szóval nem ajánlom senkinek, hogy ezt az autót megvásárolja, mert tényleg ez a borzasztó. Borzasztó és teljesen felesleges pénzkidobás az egész erre az autóra. Tehát akkor ebbe a videóban ennyi lett volna, ugye megmutattuk, hogy hogyan kell autót vásárolni, hogyan tudjuk előhívni a speciális autóinkat, azokat hogyan tudjuk használni. És akkor elvittük ezt az autót még így a vége fele a tuning műhelyben, megnéztük, hogy mit tud ez a kocsi. Hát nem sok mindent. Tehát akkor köszönöm szépen nektek a figyelmet, és hamarosan érkezek még GTA 5-ös GTA Online-os videókkal. Sziasztok!